Ágyi István arisztokratikus író megvárakoztatja magát. Erre a regényre közel 20 évig vártunk. Ez a messze túl a láthatáron az a regény, amire vártunk, és mégsem az a regény. Egy picit mást vártunk az előkészületek alatt. Ez is nagy regény lett, történelmi nagy regény lett. Tulajdonképpen, ha ezt a könyvet elolvassuk, akkor visszamenőlegesen is sok mindent értelmezhetünk a korábbi szilágyi nagyregényekből, és ebben is benne vannak azok a tipikus szilágyis prózaírói és bölcseleti erények, ami a korábbi könyveit is jellemezte. Mindenképpen meglepetés ez a könyv több szempontból is. Az egyik maga a regénynek a szerkezete, szerkesztése. Ez is két nagyobb egységből áll, mint a Hollóidő, egy kisebb, epikusabb és egy nagyobb részből. Az első részt memoárnak nevezi az író. A Rákóczi szabadságharc utolsó éveiről szól. Itt hagyományos elbeszélői formát alkalmaz Szilágyi leírt történetet. A főhős Rákóczi diplomatájaként szolgál, közben a felesége tragikus módon eltűnik, elveszik, talán meggyilkolhatták. Egészen más Rákóczi szabadságharcos képet találunk ebben a regényben, mint amit történelemben megszoktunk. A második rész az egy meghökkentően izgalmas prózakísérlet. Ugyanis a regény nagyobbik része dialógus formájában íródott. Nincs is szabályos cselekménye, története, nem lineárisan halad előre, valami nem fejtődik ki, hanem a párbeszédekben jelenik meg egyfajta világértelmezés. Körülbelül 3-4 évtizeddel Rákóczi szabadságharc után vagyunk, de nem a Rákóczi szabadságharc következményeit, vagy a 18. század első felének a társadalmát, történelmét jeleníti meg Szilágyi, ahogy mondjuk a Hollóidőben azért a hódoltság korát jelenítette meg. Ez egy teljes egészében íróilag teremtett világ, hanem elkanyarodik, és valójában a szegedi boszorkánypereknek a világát idézi föl. Mi a bűn? Mi a bűnhődés? Van-e büntetés? Jogosult-e az ember ítélni másokat? A legfőbb kérdés az, hogy számtalan titok veszi körül az életünket, és meg tudjuk-e magyarázni, tudjuk-e értelmezni ezeket a titkokat, mint bíró? Eljuthat-e valóban a bűnöknek a teljes föltárásához, a bűn motivációjához? Egy adott pillanatban nem veszi-e át Istennek a szerepét, aki egyedül dönthet mindenek fölött. Jogfilozófia, morálfilozófia, biblia magyarázat, minden együtt benne van ebben a könyvben. Valójában intellektuális bölcseleti regény, miközben természetesen, hogy a Szilágyinál lenni szokott, nagyon izgalmas, érdekes történeteket olvashatunk. Tudjuk, hogy Szilágyi István jogot végzett, és nagyon érzékeny a jog, a bűn, a büntetés kérdésére, főleg a kőhullapadók útban, ugye gyakorlatilag erre a kérdéskörre épül, és most még egyszer áttekinti, csak sokkal nagyobb perspektívában, egészen az Isten kérdésig elmenve, hogy kinek van joga ítélni, megítélhető-e bármi. És a vég konklúziója az, hogy rész igazságokat ismerhetünk meg, rész valóságokat ismerhetünk meg, a részek megismeréséből viszont nem következhet az egésznek a megismeréséről a vélemény vagy az ítéletalkotás. Ez egyedül a teremtőjé. Nagyon örülünk annak, hogy Szilágyi István a kéziratai megjelentetését az MMA kiadóra bízta. Tavaly jelentettük meg Katlanváros címmel a 60-as, 70-es években írt esszéit, visszaemlékezéseit, személyes vallomásait arról az évtizedről, azokról az évekről, amikor hirtelen a szabadabb levegő, mert 60-as éveket jellemezte Romániában, 68 után hirtelen bezárult és becsukódott. Családi történeteket, nemzedéki történeteket olvashatunk benne. Idén a rég várt és nagyon várt Messze túl a láthatáron című könyvét adhatjuk ki, és azt hiszem, hogy nagyon sokan lemondtak arról, hogy valaha is olvashatják Szilágyi István negyedik nagy regényét. Jövőre pedig azt tervezzük, hogy a korai novellákból kiadunk egy újabb válogatást, amit nagyon szigorúan kirostált az életműből Szilágyi István,
de hihetetlen izgalmas írásokat is találunk benne, például a Hóhér könnye című elbeszélést, ami eredetileg a Messze túl a láthatáron regényé nőtte volna ki magát, annak egy hóhér a főszereplője. Itt ebben a nagy regényben periférikus szerepet tölt be, éppen sopánkodik, hogy megváltoztak az idők, és nem égethet kedvére, vagy a város kedvére, vagy a kor kedvére annyi boszorkányt, amennyire igény volna, és nem is kínoszhatja őket, mert ez a nyavajás bíró mindegyre moralizál, kérdéseket tesz föl, szabad-e, lehet-e, mit tehet meg az ember, mire van hatalma. Ez az elbeszélés önmagában is egy teljes értékű kis regény, azt hiszem, és hát mellette a többi írás is nagy izgalommal tölthet el bennünket.